Ha január 1-e és új év, akkor ugyebár Szabolcsi Koncert Fúvó zenekar elmaradhatatlan újévi koncertje. Schuster Csaba a vendégünk, nagyon sok szeretettel köszöntjük, és ez egy nagyon különleges újévi koncert lesz. Mit tartogat? Az igazság, hogy minden egyes koncert különlegességet tartalmaz, mindig van egy különlegessége az, hogy az a legújabb. No, de ehhez képest van tényleg egy különlegesség, ugyanis 80 év alakult meg ez az együttes, a fúvózenekar, Nyíregyháza vasútállomás Árpád fúvózenekaraként, és hát pontosan ugye 80 éves ünnepeljük a 80 évvel ezelőtti embereket, kollégáinkat, és ugye azt hozzá kell tennem, hogy azóta is folyamatosan működik ez az együttes. Szabolcs megyében ilyen nincs még egy kulturális csoport, aki 80 éve folyamatosan világháborúval együtt is, de tudott működni. Hát és a mazsoretjeinkkel együtt, meg a vendégcsoportok előadó művészekkel együtt egy nagyon varázslatos január 1-ére készülünk. Lehet, hogy a világon sincs még egy ilyen zenekar és együttes, akik ennyire hosszú idő óta és ilyen magas színvonalon tudnak működni. Azért 80 év tényleg nagyon hosszú idő. Voltak ilyen meghatározó pillanatok? Hát szerencsés helyzetben vagyok, ha úgy veszünk a koromba adódóan, vagy éppen a koromba adódóan nem vagyok szerencsés, mert ugye 50 éve játszok a zenekarban, tehát van egy pici rálátásom. Hál' Istennek a Mecsei Dani barátommal együtt, és hozzá kell tennem, mind a ketten Vasútnál dolgozunk mai napig egyébként, és hát ez is egy olyan érdekes apropó, de úgy, nekem, hogyha visszaemlékszem, hogy ez csak úgy gurult szépen minden magától, és nem a lejtőről lejtőről, hanem úgy gurult szépen. A csapatban ugye volt a meghatározó emberkék, azok jöttek, csinálták a dolgokat, nagyon jó karmestereink voltak, aztán időnként váltottunk, most végül lejutottunk oda, most a Bakó Levente a karmesterünk, ugye azt tudni kell, hogy nyíregyházi gyerek, ő is közöttünk nőtt fel, ugye a Levi már sokszor volt ebben a stúdióban, és nagyon ügyesen csinálja dolgait, és örülünk is neki nagyon. Illetve most egy ilyen kis kutás palettát is igyekszünk tenni, hiszen a fellépő csoportok is érdekesek lesznek, ugye lesz a nyíregyházi társas tánckör, a Marján Kláriék, akkor közreműködnek majd a Szabolcs Tánc Együttes, illetve a Polip Együttesnek egy része, aztán a Krutilla Fruzsina és a Csernák Mónika fognak énekelni, és a Primavera Balett Együttes is érdekes módon egy kánkán fog táncolni velünk, ez egy érdekes lesz, az is nagyon szép lesz egyébként, és hát ugye mi mazsere csoportjaink, abból is van mindjárt három, és a 6 éves gyerekektől a 22-23 éves lányokig, vagy 25 éves lányokig, hát érdekes produkciókat fognak előadni. Mondtam én, hogy különleges lesz ez az újévi koncert. Ezt akartam én is mondani, hogy én is úgy tudom, hogy a mazsoret csoportban kifejezetten, de a zenekarban is ugye több korosztály dolgozik egyszerre együtt. Nem szokott néha súrlódás lenni a fiatalok és az idősek között, hogy mondjuk egy előadás összeállításánál a fiatalok álmodnak valamit, az idősek viszont ragaszkodnak mondjuk egy régebbi trendhez? Nem. Nem, nagyon, ilyen nagyon jól munkálnak. Ilyen nálunk nincs, ilyen nincs. Ugyanis ugye a zene, azt mindenki kortól függetlenül ugyanazt a nyelvet beszéli, leülünk, zenélünk, aztán talán ezen keresztül persze utána haverkodunk, hát nekem, ja, nálunk ez egy alapvető dolog, hogy nálunk mindenki tegeződik a 12 éves is, meg a 62 éves is, ugyan tegez egymás mindenki, tehát ez már egy kicsit összehúzza a jó népet, illetve nagyon jókat beszélgetünk a picikkel is, meg ugye a generációk is ott vannak, a gyerekem is ott zenél, vagy a másik fúvolista lánynak, a Marikának is a lánya ott zenél, illetve a két vője, tehát van itt család alapú rend, vagy a Tomcsik família. Konkrétan egy óriási família vagytok. Igen, hát... Hát volt, amikor az én családomban is, hogy a háma játszunk benne, de a feleségem az egy mazsorettes volt ő is, hát ugye a családi vállalkozás is mondhatnánk, de a Tomcsik csapat is ugyanígy van, vagy a Lórándi Marikáik, hát ilyen klánok, úgy szoktuk ezt mondani, kialakulnak nálunk is. Egyetlen egy dolgot hagytunk a végére, mégpedig azt, hogy elmondjuk, hogy pontosan mikor és hol lesz ez a műsor. Igen, 2019. január 1-én 17 órától lesz a Continental Arénában, amire nagy nagy tisztelettel várunk mindenkit, és nagyon érdekes egyébként a jegyvásárlás körülmény is, hiszen a 14 éven a gyerekeknek nem kell jegyet váltaniuk, jöjjenek, várunk mindenkit. Na hát ez igazán szuper hír volt szerintem így a végére. Köszönjük szépen, köszönjük. Megpróbálunk ott lenni, igyekszünk, és nagyon sok sikert kívánjuk. Kívánjuk, hogy töltsétek meg az egész arénát. Igyekszünk.